Kívánom, hogy a természet minden csodálatosságában a hely érzelmét és létfontosságú energiáját fényképezhessük. Egy Jenny Lebovits idézettel kezdem a fehérvári beszélgetést, és hogy miért, mert hogy vendégünk Máté Bence, fotóművész, akinek a tárlatát a Székesfehérvár belvárosban csodálhatja meg mindenki, aki erre jár. Igen, egyfajta csodapillanatnak lehet tanulni, aki ellátogat a Városháztérre, mondom én, mert nincs járókelő, aki nem ámul el majd ezen a kiállításon, és ebben semmi túlzás nincs, aki találkozhat Máté Bence fotóival, vendégem pedig Máté Bence. Köszönöm szépen. Meg annyi kérdés fogalmazódhat meg bennünk, amikor látjuk ezeket a képeket, de mielőtt erről beszélünk, azt hiszem, hogy nagyon fontos az indítatás. Essék szó az indítatásáról. Ugye mindenhol olvashatjuk, hogy 15 esztendős voltál mindösszesen, amikor kellett hoznod egy döntést. És hogy ez a döntés felelőssége mivel jár, azt csak egyedül te tudod megválaszolni. Az indítatás az annál még korábbra datálódik, hiszen az az érdeklődés, ami belőlem a természet iránt jön, az egy ösztönös dolog. Én már nagyon kicsi gyermekként, 2-3-4 éves koromban is érdeklődtem az izgő, mozgó állatok iránt, növények iránt, mint ahogy a legtöbb gyerek. Szerintem ez szinte mindenkiben benne van, és leginkább a szülő öli ki, hogy ne legyen benne később. De hogyha megkapja azokat a lehetőségeket, mint én, hogy kivittek hétvégente szabadidő közben az erdőbe, olyan helyen nőttem fel, ahol ezekkel az élőlényekkel tudtam találkozni, így ez nem halt ki, hanem sokkal inkább inspirálódott. És mivel nekem volt emellett egy technika iránti érdeklődés, ami a legtöbb kisgyereknél a Lego és a Matchbox a fröccsöntött traktorokban merül ki, az nálam ezekkel kezdődve, aztán tovább fejlődött, és a fotózást tudtam kombinálni a természet iránti érdeklődéssel. Lépésről lépésre haladtál? Tudtad, hogy vannak gátjaid, és azt szeretted volna megoldani mindig és minden áron? Ez nem volt egy tudatos dolog, én így érzésből, szívből indultam el, érdekelt ez a nyom, hogy egy olyan be nem járt területen haladjak tovább, amire nem volt korábban példa, hogy valaki természetfotós legyen főállásba. Ez egy hobbi tevékenység volt a 90-es évek végén. De ez egy óriási kihívás volt. És azért volt nagy kihívás, mert nekem nem középiskolában, hanem egyetemre kellett volna mennem, és utána nálunk a legtöbb felmenő az pedagógiai pályára lépett, meg testvérem is, nem csak szüleim és nagyszüleim, hanem szinte gyakorlatilag rajtam kívül mindenki. És ez az út volt a minta, hogy valami olyan intellektuális közegben folytassam tovább az utamat, amiből majd aztán később bontakozik ki, hogy mit szeretnék. De én ezt már általános iskolában tudtam, hogy én biztos, hogy egy mellékvágányra fogok keveredni, és én természetközeli elfoglaltságot szeretnék magamnak találni. És amikor kiderült az, hogy ezt életvitelszerűen is tudom folytatni, a pénz az meg valahogy majd lesz, akkor nagyon határozottan elindultam abban az irányba, hogy természetfotós lehessek. Voltak mestereid, mestereid, akik segítették ezt a munkát, vagy az alapoktól elindulva mindent folyamatosan az elkötelezettséged okán sajátítottál el? Főként az élet volt a mesterem, de annyi ember segítette a munkámat, hogy szándékosan nem szoktam kiemelni egyet-egyet, mert akkor a többiek megsértődnek, de amikor a könyvemet írtam, az elsőt is, meg a másodikat is, akkor elővettem a telefonomat, és végignéztem, hogy abból a sok ezer telefonszámból kik azok, akik tényleg önzetlenül oda tették a magukét, és a legutóbb kiadott könyvem, ami a kiáltásnak az anyagát foglalja magába, 500 pár nevet tudtam úgy felsorolni, akinek a munkája benne van ezekben a képekben. Tehát hogy a képet azt én készítem, én nyomom meg a gombot, hanem az automatika, de ahhoz, hogy én ilyen szituációkba kerülhessek, ilyen tájakra utazhassak, ilyen technikával fotózhassak, ilyen innovációkat hozzunk létre, ez nagyon sok embernek a munkája kellett, aki főként önzetlenül rakta bele. Tehát nem pénzzel megvásárolt segítségek, hanem olyan segítséget kaptam a képek elkészítéséhez, amiért nem vártak viszont. Viszont kimondtál egy nagyon fontos szót, az innováció. Ez ugye folyamatos az életedben.
Az innováció az minden téren. Az nem csak a fotózásban, hanem az utazásban, táplálkozásban, fotótechnikában, az installációban. Nagyon jó példa erre a kiállítás, hogy amikor hoztam egy ilyen döntést, hogy szeretnénk egy kiállítás turnét megszervezni, akkor is motivált voltam, hogy egy olyan installációt hozzunk létre, amit nem lehet a boltban megvásárolni, nem nagyon volt ilyen példa korábban. Azt tudtam, hogy kültérre akarunk menni, nagy méretbe szeretnénk gondolkodni, nagyon tartós anyagokat akarunk használni, de hogy pontosan milyen dizájnba, milyen módon hozzuk létre, azt akkor még nem. De ezek a célokat kitűztük, és elkezdődött egy fejlesztés, prototípus fejlesztés. Tehát ha elindultál onnét, hogy 15 esztendősen, ahogy olvasom, nyúltenyésztésből vetted meg az első felszerelést, és attól a pillanattól kezdve lépcsőnként haladtál egyébként? Hát néha nagyobb ugrásokban, de ez a lépcső az azóta is tart, tehát nagyon magas a templom toronyába fel kell jutni, vagy nem is nagyon lehet, az a jó benne, hogy nem tudja az ember, hogy hol van a teteje. Nyilván motivált vagyok, vagy az ember önmotivált, hogyha egyszer elért egy szintet, akkor szeretne azon tovább lépni, és az nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem elégedett azzal a szinttel, hiszen én már elégedett vagyok nagyjából 19 éves korom óta azzal, amivel foglalkozom, de hajt a kíváncsiság, és ezért keresem ezeket az új utakat, és egy ilyen kiállítás esetében is azért volt fontos, hogy innováljunk, és hozzunk létre valami új dolgot, mert ez sokkal emlékezetesebbé tudja tenni ezt a látványt. Tehát volt egy erős alap, több 100 000 felvétel közül válogathattam, majdnem egy 20 éves munkát ölelt fel, bár mondjuk a képeknek a nagyon nagy része az elmúlt 10 évben készült, mióta aktívan digitális technikával fotózom, és ezt egy olyan ruhába kellett csomagolni, hogy ne csak a képek adják el magukat, hanem a képeknek az összhatása, a színei és az installáció, ami modern. Tehát az ember oda mehet, megfogdoshatja, nem tud benne kárt tenni, hogyha nem szándékosan akar. Időtálló, az nagyon fontos volt. Én nagyon nem szeretek olyan eszközöket használni, mint gyakorlatilag, amit majdnem bárhol meg lehet vásárolni a boltba, és már fél év után vissza kell vinni a garancia papírral együtt, hogyha megtaláljuk, vagy jó esetben egy év után, mert ezeket tervezett elavulással építik. Mi ezt a kiállítást úgy hoztuk létre, hogy ebbe van anyag. Tehát ez, hogyha nincsen szándékos rombolás, akkor az időjárás, az UV, a pakolászás közben, ami amortizáció keletkezik, az annyira minimális, hogy a székesfehérváriak most meg tudják nézni, hogy a 10. helyszínen vagyunk most, több mint 1 millió ember ment keresztül ezekre a paravánokon, és amikor letakarítjuk, akkor gyakorlatilag, mintha új lenne, tehát minimális sérülésekkel. Tehát ez már a kölni dom, ha bizonyos értelemben már ez most egy se. Ez most egy új út, most belekóstoltunk a kiállítás szervezésbe, ez picit olyan, mint egy koncertturné, hogyha kiállításoztuk magunkat, akkor pedig én és a csapatom fogunk visszamenni ismét a fotóknak az elkészítéséhez. Úgy fogalmaztál nemrégiben, hogy a természetnek emberi fejjel nehezen felfogható összefüttettségét megunhatatlanul csodálom. Ezt hogy lehet fejleszteni? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy amellett, hogy fantasztikus képeket készítesz, azt látjuk, de olyannyira környezettudatosságra nevelsz, ami azt mondom, hogy példaértékű ebben a felgyorsult 21. századi világban. Én arról szeretnék mesélni, amikor valaki érdeklődik a munkám iránt, hogy tudatosítsam bennük is azt, amire én menet közben rájövök, hogy mennyire jelentéktelen pontok vagyunk, annak ellenére, hogy most mi uraljuk a Földet, mint felületileg, mint mennyiségileg, mint tudásban. Azt gondoljuk, hogy ez egy mennyire különleges dolog, mert hogy a történelem során ilyen még nem volt. És azok a dolgok, amiket megalkotunk, meginnoválunk, ezek számukra nagyon, nagyon különlegesek, érdekesek, értékesek, de mégsem tudunk létrehozni egy fűszálat. Tehát az annak az összetettsége, hogy hogyan növekszik valami, hogyan lehet létrehozni egy élő szervezetet, az az évmilliók során, ahogy létrejött, annak a bonyolultságára gondolok itt, hogy minden egyes fejlesztésünk az eltörpül, tehát egy űrhajó, egy holdra szállás is eltörpül akár egy sejt mellett, ami szaporodni képes, és nem tudatosan, hanem ösztönösen létrejönnek olyan rendszerek, olyan szervezetek, amik sokkal jobban működnek, mint az általunk létrehozott szervezetek, legyen az egy egyesület, egy állam, egy gépnek a belseje. Azt is mi próbáljuk ugye megszervezni, a tudásunkhoz képest a legjobban létrehozni, de soha nem lesz olyan
összetett és annyira csodálatos, mint a természetnek az egésze, amiben egy demokráciának egy nagyon magas színvonala mutatkozik meg, amiben minden egyes sok ezer élőlény beleteszi a magáét, mindegyik nézi a saját maga érdekét, de mivel nagyon sokan szeretnének érvényesülni, ezért nagyon pici kiugrások vannak, nincs olyan, hogy valami nagyon kiugrana, kivéve ugye most az ember, az okosabb lett a többieknél, és hogy most nagyon kiugrott, és itt van a következő legnagyobb kihívás, hogy ezt a kiugrást, ami intelligenciánkkal meg fogjuk-e oldani, hogy egy picit visszaszorítsuk, és inkább azt mondanám, hogy amikor mi ilyen nagyon magasra kerültünk, a többieket is vissza tudjuk húzni, tehát a tevékenységünkkel ne uraljuk le az egészet, és tegyük tönkre a többieket, vagy annyira magasra fogunk jutni, hogy nem vesszük észre azt, hogy ez már a többieknek nem jó, és ők meg fogják oldani azt, hogy visszahúzzanak bennünket. Ez most eléggé képletes volt, de a koronavírus erre egy nagyon jó példa, hogy nagyon sokan vagyunk nagyon kis felületen, ami még mindig megszervezhető, hogyha odafigyelünk a többiekre is. De ha ez nem történik meg, akkor a természet közbeszól, és majd megoldja. Egy előző beszélgetésen mondta a vendégem, hogy Brazíliában mínusz van, miközben Grönland olvad, tehát nagyon oda kell figyelnünk. De ugye arra, amit mondtál, azt hiszem, hogy fontos, hogy mondjam én is, hogy ugye azt tudjuk, hogy mindenki környezettudatosnak születik, aztán jön az életmódváltás, ha úgy tetszik, a fogyasztói társadalom vonzó misztériuma, és ebben nagyon sokat segít az az életfelfogás, amit te hirdetsz és mondasz, és ami a képeidből is lejön nekünk, ha odafigyelünk. És ez biztos, hogy tudatos. Hát inkább ösztönös. Vagy jelentkezik a bűntudatnak egy olyan foka, hogy ha valaki felismeri azokat az értékeket, ami körülveszi, és lehet azt mondani, hogy én mennyire szerencsés vagyok, meg milyen jó, hogy a hobbim a munkámmá vált, és nem is szeretnék általánosítani, hogy ezt mindenki vegye észre saját magán, de azért, hogyha visszatekintünk 20, 50, 100 vagy 2000 évet, akkor azért nagyon kiemelt korszakban élünk, amikor nagyon jól működik az, hogyha megbetegszel, akkor számíthatsz olyan emberekre, akik értenek az egészséged megszereléséhez. Olyan rendszerbe élünk, hogyha szeretnél tanulni, akkor tudsz tanulni, ha szeretnél utazni, akkor tudsz utazni. Tehát ezek a lehetőségek nem voltak mindig adottak. Az elődeink nagyon-nagyon sokat küzdöttek érte. És most ez adott. És amikor az ember erre rájön, hogy mennyi lehetőség van, és egyébként milyen jó élete van ahhoz képest, hogy milyen volt milyen volt korábban, akkor jelentkezhet, mint ahogy nálam is jelentkezett egyfajta bűntudat, hogy igen, de mi fog ebből megmaradni. Tehát amikor én már nem leszek, akkor ezt az ajándékot, ezt milyen módon tudom használni, hogy ne legyen teljesen kizsákmányoló, és amit én hagyok magam után, az még mindig lehetőséget adjon a következő, az azutáni, és a százal azutáni generációnak. És ez a fajta idézőjeles bűntudat, ez elindíthat az embert egy olyan irányba, hogy keresse a lehetőségeit, hogy hogyan tudja, keressünk valami más szót, mint környezettudatosan élni az életét, mert ez nagyon el van már használva ez a szó. Tehát olyan életvitelt, amiben nem viselkedik kizsákmányolóan. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a társadalmunk úgy van felépítve, fogyasztói társadalom, tervezett elavulás, fosszilis anyagoknak a használata, hogy nem gondol a jövőre, nem gondol a többiekre, és azért vannak ezek a dolgok kitalálva, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon nagy hasznot, és nagyon egyszerűen lehessen elérni. És ezt át kell alakítanunk, ez meg fog történni, hogy másfajta gondolkodásunk lesz, csak kérdés, ennek a lefutása mennyi. Tehát most például azon küzdenek, vagy erről megy többször a vita, amikor néha így látok egy-két felületet, hogy most akkor legyen bicikli a városban, vagy ne legyen, be lehessen menni kocsikkal, mennyi legyen a parkolódi, előbb-utóbb úgyis mindenki biciklivel fog járni a belvárosba, hiszen élhetetlen lesz a dolog, igen. És erre nagyon jó példák vannak Dániában, Hollandiában, tehát ott azt már csak le kell másolni. De ez mégsem megy vasárnapról hétfőre, hanem lépésenként jönnek az érdekek, ellenérdekek, javaslatok, ellenjavaslatok, de a végeredmény úgyis az lesz, hogy zöldülnünk kell, tehát itt nincs más választás. Úgyhogy ezt a zöldülést kell nagyon okosan a döntéshozóknak úgy csinálni, hogy az embereknek legyen kedve zöldülni. Tehát érdekelje azt, hogy ő önkéntesen a saját
életét alakítsa úgy át, hogyha mehet A, B, C irányba, akkor ne csak az legyen a fontos, hogy melyik a számára legjobb, hanem az is lehessen fontos, hogy melyik a fenntarthatóbb, melyik lesz a jövő számára jobb, és egyébként körülbelül ugyanarra az eredményre el lehet jutni mindenfajta műsornyalogatás nélkül is. Így van, a szemléletváltozás elkerülhetetlen, ebben egyetértünk, és a zöld program nem különben. Példa és példakép vagy, és nem csak a fotóidokán, hanem az elmondottak alapján mindenképpen. Pusztaszer pedig példa arra, hogy miként lehet felépíteni a környezetünket úgy, hogy érintetlenül hagyjuk, és rácsodálkozunk adott esetben. Nyilván nem kell ehhez mindenkinek fotósnak lenni, fotóművésznek. Mennyire fontos neked, hogy ugye arról is beszéltél, hogy az otthonodat tekinted az alapnak, a mindenek felettinek? Az érintetlenségével szeretnék egy kicsit vitatkozni, mert én pont azt a vonalat képviselem, hogy nem úgy lehet környezetet védeni, hogy kerítéssel is nem menjünk be, és nem utassuk meg, és óvjuk meg, hanem meg kell tanulnunk együtt élni, mert nekünk is térre van szükség. És én egy olyan példát szeretnék mutatni otthon, abban a közegben, ahol én élek. Olyan módon építkezzek, olyan módon fejleszek, olyan módon foglalkozzak esetleg mezőgazdaság, vagy termeljek saját magamnak élelmiszert, amiben az előbb említett szempontok alapján figyelemmel kísérem azt, hogy a többi élőlénynek mi a jó. Ehhez viszont ezeket az élőlényeket meg kell ismerni, a rovarvilágot, emlősöket, kétéltűeket, hüllőket, rengeteg, több, a Kárpát-medencében több mint 40 millió állatfaj él. És ebből 40 millióból én ezzel foglalkozok 20 éve, szerintem jó, hogyha 500-at ismerek. Na jó, lehet, hogy 1000-et, de a töredékét. És anélkül nem lehet megvédeni, hogy az ember megismerné. És számomra az egy különleges dolog, hogy amikor kimegyek terepre, akkor ezeket a csodákat felfedezem, aztán persze később fotózom is, de maga a felfedezés öröme, és utána ezeknek az élőlényeknek számára biztosítani egy olyan életfeltételt, ami feltételezhetően jobb, mint amilyen volt. Tehát nem egy monokultúra kialakítás, hanem mozaikusan gyümölcsfák, bokrok, valahol fű van, valahol nyírom a füvet, valahol meghagyom nagyobbra, minél mozaikusabb legyen a terület, és azt látom, hogy minél mozaikusabb, minél több adottság van, annál több élőlény találja meg a számítását, és mellette én is ugyanúgy tudok létezni. Megerősítést jelent számodra, hogy nem csak a fotóidra figyelnek kiemelten, hanem arra is, ami kíséri. Tehát gondolok itt erre a környezettudatos gondolkodásmódra, amelyet szintén elmondasz lehetséges módon valamennyi helyen. Én ezt egy nagyon jó eszköznek tartom, mert én nem akartam más, mint egy pár jó képet készíteni. Aztán ez tetszett másoknak is. Ebből fejlődött az, hogy elküldtem a képeket pályázatokra, nemzetközileg megismertek, építettünk kiállítást, nagyon sok érdekes projekt van, de miután az emberek érdeklődnek a munkám iránt, ezt én szeretném arra használni, ami számomra a legfontosabb, és az jelen pillanatban az, hogy hogyan lehet úgy meginnoválni idézőjelbe az életvitelt, hogy tényleg önmotivált és fenntartható legyen. Tehát egy olyan új irányt keresni, amivel az ember motiválja saját magát, hogy olyan élete legyen, amiben az energiafelhasználása, a táplálkozása, az utazás, a puszta léte, a léte által okozott nyomás, az csökkenjen, mert most vagyunk majdnem 8 milliárdan, és mondják, hogy már élhetetlen a Föld. Pedig lehetnénk 10 milliárdan is, hogyha mindenki nagyon könnyen meg tudná tenni, hogy a tevékenységével mondjuk 50%-kal odafigyelve csökkenti ezt a terhelést. Akkor lehetnénk 16 milliárdan is. Csak most jelen pillanatban nagyon sok minden bután van megoldva. Tehát egy 2000 hektáros monokultúra, azt mondjuk, hogy egy növényfaj van. De oda benne tegye senki a lábát, tehát hogyha bemennek a vadak vadkárt okozni, akkor azokat lőjük le, a rovarokat, azokat permetezzük le. Ha nincs elég tápanyag, akkor vigyünk be műtrágyát. Ez egy nagyon diktatórikus gondolkodás, hogy az a jó nekünk, tehát akkor mindenki máshonnan tűnjön el. És ezt kell valamilyen módon úgy átalakítani, és ezt én sem tudom, hogy hogyan, erre csak buzdítani szeretnék, hogy sok ember gondolkodjon ezen, hogy hogyan lehet erre megoldást találni, és hogy tud ez a mennyiségű ember úgy létezni, hogy ne menjen tönkre a Föld. És ráadásul gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Ugye nemrégiben szintén azt mondtad, hogy most már független attól, hogy a világ nyitva van előtted, de fókuszálsz a magyar élővilág fotózására. Természetesen. Hát ez egyébként is kiemelt prioritás lenne.
hiszen egy komoly fotóprojekt az nem hónapokig, hanem évekig tart. És minden irány ugyanabban mutat, tehát a Földnek is az a jobb, hogyha az ember kevesebbet utazik, de egy fotózás vagy egy munka szempontjából is az a jobb, hogyha az ember minél többet tud vele foglalkozni, és minél többször meg jelen tud lenni. És hát ez hol máshol, mint a saját házatáján, a kerten belül. Hát egy igazán komoly fotóprojekt, ahol rengeteg technikát felvonultatunk, nagyon komoly etológiai ismeretekre van szükség, rengeteg időt töltök, tehát több hetet, hónapot egy témának a fotózásával. Ez több ezer kilométerről nehezen művelhető. Azok a munkák, ott is lehet nagyon változatos és szép képeket készíteni, de azok sokkal felületesebbek lesznek, mint olyan felvételek, amiknek az alanyait szinte személyesen ismerem. Van kísértés egyébként, hogy újra nyakadba vedd a világot? Nem mondanám kísértésnek, biztos, hogy fogok utazni. Rengeteg meghívás. De nyilván. Az, ami mondjuk 2017-ben volt, mielőtt abba hagytam volna a fotózást erre a pár évre, az mégis tartatatlan állapot, hogy mondjuk egy évben ötször voltam Afrikába. Mert megtehettem, mert volt lehetőségem, mert hívtak, mert ingyen volt. Az utazásnak sokkal nagyobb kiváltságnak kell lennie ennél. Tehát még számomra is, mivel ez a munkám, és utazhatnék minden hónapban valahova valami exotikus helyre, én is inkább úgy szeretnék utazni, hogy ezek tartalmas utazások legyenek. Évente legyen egy, kettő, de akkor az arra nagyon komolyan rákészülve, nagyon megbecsülve, és nem ész nélkül. Olvastam, hogy hívtak Antarktiszra kísérőnek, és... Nagyon jó felkészült vagy, mert egy elég friss információ. Az Antarktiszra folyamatos, ez mindig egy téma volt, az elmúlt években, és minden évben megtalálnak, hogy menjünk és vigyek csoportokat. De ilyen volt Afrika is. Én nagyon későn jutottam Afrikába, mert 2012-ben voltam először ott már tizen pár évvel azután, hogy elkezdtem fényképezni, és mégis az Afrikát a fotózás mekkájának tartották már korábban is, nem véletlenül. Én úgy éreztem, hogy majd akkor fog menni, amikor lesz egy igazán jó lehetőségem, és ez így is történt, amikor egy afrikai vadászrezervátum tulajdonosa hívott meg, hogy szeretné átalakítani azt a rezervátumot egy fotós rezervátummá, és nézzük meg ennek a lehetőségeit. És ez volt egy olyan motiváció, hogy akkor nézzük meg, hogy mi van Afrikában. És egy nagyon jó döntés volt, hogy az első lehetőségekkor nem ugrottam bele, hanem inkább mentem más irányba, mert Afrikában elkezdtünk egy olyan fajta fotózást, amire korábban nem volt lehetőség, mégpedig a leses fotózást, amikor nem mi megyünk oda autóval, a szafarin az állatokhoz, hanem kialakítunk egy környezetet, mi beülünk, és az állatok úgy jönnek oda hozzánk önszántukból, hogy nem tudják, hogy mi bent vagyunk. Tehát ilyen szakszigetelt rendszerek vannak, föld alatti építmények, és így Afrikának egy új arcát tudtuk megnézni. Mint ahogy ugyanezt történt Székelyföldön, ugye a medveleseknél. Hát Székelyföld az egy más indítatás egy volt, más... Ott inkább a medvét szerettük volna védeni, és a medvének egy jobb marketinget produkálni, mert óriási érték a medve, tehát egy olyan természeti érték, ami csak nekik van, senki másnak egész Európában vagy a világon. Hát ott van... senki nem tudja megmondani, mert azért az erdőből ez itt találgatás, hogy hány ezer medve, de nagyságrendileg 5-6 ezer medve él a székelyföldi kárpáti részen. Tehát egy fantasztikus populáció. És hogyha az ember erre úgy tekintene, mint egy ikon, egy jelkép, egy olyan, amivel a turizmust el lehet adni, amivel a címereket meg lehet tölteni, és a medve, ez mindig egy olyan misztikus dolog, hogy az ember mikor lát medvét, és minden ember, legalábbis a 99,9% azt hiszi, hogy a medve az bánt. Ezért fél tőle, és ezért mindig távolságtartással van. De a valóság, amikor én most a 30 alkalommal voltam kint, és nagyon sok emberrel találkoztam, le tudtam vonni a saját tapasztalataimat, a medvének nem célja az, hogy bántson, meg kell ismerni a medvének a viselkedését, az etológiáját, hiszen a medve az erdőben ő van otthon, és figyelni kell azokra a jelekre, hogy mikor készül bántani. De nem azért akar bántani, mert éhes és meg akar enni, hanem azért akar bántani, mert vagy be van szorítva egy sarokba, vagy a bocsai és közötte van az ember, vagy túl közel merészkedett, és akkor már jelzi fülmozgatás, farokmozgatás, testrázás, meg vannak azok a jelek, amik szinte a világ minden táján viszonylag egységesek, amikor az állatok adnak egy jelet, hogy na akkor most már ne gyere közelebb. Ha közelebb jön, akkor mindig nem támad, hanem akkor még egy olyan jelet ad, ami már azt jelzi, hogy ha még közelebb jössz, na akkor át fog ugrani. És hogyha még az ember ezt még nem veszi észre, akkor harmadjára már tényleg megtörténhet a baj. De aki terepre megy,
az én azt gondolom, hogy ugyanúgy fel kell, hogy vértezze magát ezzel a tudással, mint hogyha valaki városba megy, tudnia kell, hogy a piros lámpa azt jelenti, hogy ne menj át, a sárga az, hogy készülhetsz, a zöld meg az, hogy mehetsz. Összefoglalva, nagyon sok tanulnivalónk van, és azt hiszem, hogy ez a kiállítás segít abban, hogy megértsük, hogy mi minden vár ránk a 21. században, és hát környezettudatosnak kell lennünk. Hogy búcsúzza, mit kívánjunk neked? Azon felül, hogy megköszönöm, hogy itt vagy nekünk, velünk. Kevés teszt, jó fényeket, sok szabad időt. És én nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy eljöhettem. És idén Székesfehérvár az egyetlen olyan város, aki Magyarországon ezt az óriási installációt bemutatja. Ez számunkra is egy megtiszteltetés, mert már másfél éve nem építettünk kiállítást, és ugyan nem közvetlen a fotózáshoz tartozik, de egy nagyon izgalmas dolog, hogy ugyanazzal a csapattal, akikkel a fotókat is készítem, ővelük jövök ide, összeszereljük ezt az installációt, és sok ezer ember megnézheti egy hónap alatt. Egy legenda, egy nagyon kedves barátnőm, Keleti Éva gondolatával búcsúzom. Én azt hiszem, hogy ez megtanulható mindannyiunk számára, és ezt kívánom neked. Ő azt mondta, hogy soha nem bántam meg semmit, olyan volt az életem, mintha egy pillangó hátán repültem volna végig. Nos, hát köszönjük akkor szépen. Én ezt kívánom. Köszönöm. Én is ismerem, mert most együtt zsűrizünk egy fotópályázatot. A Varázslatos Magyarország természetfotópályázatnak ő is a zsűriében van, és ugyan online megy a zsűrizés, de most gyakorlatilag a kollégám. Nos, hát köszönöm szépen, én hogy megtiszteltél, és kedves nézőink, önöknek pedig kívánom, hogy minél többen látogassanak el a Városháztérre, hiszen egy fantasztikus kiállításnak lehetnek tanúi. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!